Köszöntöm a kedves nézőket. Köszönöm, hogy itt forgathatunk az Alexandra pódiumon. És most lefényképezkedünk, hogy mindörökre meglegyünk. Nagy büszkeséggel tölt el a következő vendég, aki elfogadta számos teendője mellett a meghívást. Köszöntöm az urat, aki külföldön a legkeresettebb és legfoglalkoztatottabb magyar rendező, Kerényi Miklós Gábor. Köszönöm, hogy eljött, igazgató úr. Nagyon megütötte a szememet és a fülemet, hogy önt keresik a legjobban Magyarországon, mint rendező. Ez valószínűleg egy kicsit a műfajból is fakad. Én zenés műfajban utazom, elsősorban opera, musical és operett darabokat rendezek, és az operett, mint olyan, az most egy felmenő ágba levő műfaj, az egész világban úgy tűnik, hogy sikerült újraindítani, és mint hogy van ebbe érdeme, igazgató úrnak? Igen, én is azt gondolom. Én is azt gondolom. Én ezt nagyon-nagyon komolyan veszem, és tehát az, hogy Kálmán Imre a második legismertebb magyar a világon, Puskás Ferenc az első. Igen. Ezt én nagyon-nagyon komolyan veszem, és nagyon-nagyon fontosnak gondolom. És azt, hogy bárhol a világon azt mondjuk, hogy operett, erről az embereknek mindenütt egy kicsit Magyarország jut az eszébe, és hogyha azt mondjuk, hogy magyar, meg Magyarország, akkor az embereknek egy picit az operett, ezt lehet szégyelni. Vannak lila, kedves, aranyos emberek, akik ezt szégyellik, akik azt szeretnék, hogyha csak és kizárólag valami különleges, modern, izgalmas művészet jutna az embereknek az eszébe, az is fontos. Tehát én iszonyú fontosnak gondolom azt, hogy mi jelen legyünk a világban, mi magyarok, azzal a különleges kreativitással, amivel mi rendelkezünk, művészetben, tudományban egyaránt. De ettől még annak, hogy az operett is magyar, és hogy a magyar is operett, ettől még ennek örülni kell, és erre büszkének kell. Hát igen, arra büszkének kéne lenni. Igazgató úr, legyen szíves, vegyen velem részt egy olyan játékban, amit majd mindenkivel elkövettem, hogy a Tandori idézetnek megfelelően fogjunk a kezünkbe egy képzeletbeli fotóalbumot, és lapozzuk az elejére. Mert én tudom, hogy azért volt érintett a szülők között is, akik hát nem véletlenül kerül zenei pályára, tehát egy kicsit a kiskerú, ha így megengedi, hogy ezt mondjam, hogy attól kezdve, amikor én még kisrác voltam, dióhéjban foglaljuk össze a napjainkig, hogy aztán fagadhassam a máról. Abba a lakásba születtem, ahol most lakom. Az igen. Ez a Lehel téren van ez a lakás, és szemben egy gyönyörű templom van. Ez a zsámbéki templomnak a mása, az én számomra azóta is egy óriási dráma fölmenni Zsámbékra, és Zsámbékon szembe találkozni ennek a templomnak a romjával. Igen. Tehát ez egy hihetetlen élmény, mert én ugye ezt a templomot élőben szoktam meg reggeltől estig ezt nézem. A fölnövésemet bizonyos szempontból egy Steinway zongora akadályozta, mert volt egy Steinway zongoránk, megvan, még mindig megvan, ugye az édesanyámnak volt a hozománya, és a Steinway zongorán édesapám tanított énekelni otthon. Énektanárként. Ő énektanár volt, mondhatnám azt, hogy énekmester, a konzervatóriumnak volt a tanár, a tanszakvezetője, nagyon sok híres énekes tanult nála, Gregor József, B. Nagy János, sorolhatnám tovább. És ahogy ő nagyon szeretett otthon tanítani, és ült a zongora mellett és tanított, én meg a zongora alatt csücsültem, és ott írtam a matek leckét. Ott elég hangos, nem? De nagyon jó volt. Remekül éreztem magam a zongora alatt. De most már nem ott ír, ugye? Néha még bemászom az emlék. És már a papa, bocsánat, nem akarom kizökkenteni, a papa is írt, úgy tudom. De a papa igazából véve ő fordítgatott. Fordítgatott, meg különböző kottákat adott ki, és hát írni írt, mert ő írta az Éneklés művészete és pedagógiája című könyvet, ami az éneklésről szól, és mind a máig ez a legösszefoglalóbb ilyen típusú könyv, ebből tanulnak ma is a Zeneakadémián, konzervatóriumban, és én nagyon büszke vagyok erre. Hát nem is csodálkozom. Na bocsánat, igen, folytassuk. Tehát édes zongor alatt tartottunk. Igen, zongor alatt tartottunk, de nem volt ilyen egyszerű, mert a másik probléma az volt, hogy ragaszkodtak ahhoz a szüleim, hogy vendéglátóipari technikumba járjak, középiskolában, mert azt mondták, hogy legyen egy normális szakma. Tele vagy művészeti érdeklődéssel, meg össze-vissza csinálsz mindent, legyen tisztességes szakma a kezedbe, enni mindig fognak az emberek, a vendéglátóiparra szükség van. És ez nem egész véletlen, mert az én édesanyám családja
az egy vendéglátóipari család volt, és az édesanyám felmenői között nagyon-nagyon híres magyar vendéglátóiparosok vannak, akik ezzel foglalkoztak. Mindmáig hálás vagyok, van egy felszolgáló és egy szakács szakmunkás vizsgám, tulajdonképpen össze tudok fogni mind a mai napig 6 tányért, ki tudom vinni a rántott húst tubisalival. Csak drágába kerül a kaja, igen. Az igazgató szolgálja fel. És amikor az Operettszínházra nézek, és azt látom, hogy az édesapám családjában rengeteg művész felmenő, tudós felmenő, és az édesanyám családjában rengeteg üzlettel foglalkozó felmenő, akkor látom, hogy az Operettszínház ma, ami elsősorban a művészettel és az izgalmas kísérletekkel foglalkozik, másodszorban pedig azzal, hogy ezt sokan nézzék, és hogy ennek legyen egy igazán jó marketing programja, tehát hogy lehet ezt úgy tálalni, hogy az emberek meg akarják venni a jegyet. Akkor én itt úgy érzem, hogy találkozott bennem igen. Ez a két vonal, és ezt én nem szégyelem, hanem egyre nagyon-nagyon büszke itt vagyok. Itt muszáj egy kicsit kizökkentenem, mert nagyon fontos volt amellett, hogy tényleg írtunk kronológiát, hogy ön úgy reklámozta meg az Operettszínházas produkciókat, ahogy ezt azelőtt ebben az országban még senki. Azt gondolom, hogy ezt egyrészt a tapasztalat adta, másrészt én, amikor engem sokszor biztattak előtte, hogy vezessek színházat, és én nem akartam. Én úgy éreztem, hogy én, mint rendező, én elég sikeres voltam. Operákat csináltam, musicaleket, a Miss Saigontól a Don Carlosig, a Pillangó asszonytól a Faustig. Azt gondolom, hogy nagyon sok jó előadást csináltam, és mindig hagyták az igazgatók, hogy azt csinálják, amit akarok. Tehát én nekem megvolt az a szabadságom, hogy nem kellett vágynom arra, hogy én igazgassak ahhoz, hogy azt csináljak, amit szeretnék. Nagyon sokan azért akarnak igazgatók. Igen. És ez nem volt. És én viszonylag későn lettem éppen ezért igazgató, és nagyon átgondoltam, hogy mi az, ami engem ebben érdekel. És amikor a pályázatomat most újra elolvasom, azt látom benne, hogy benne szerepelt, hogy újra szeretnék sztárokat nevelni. Hogy emberek legyenek, akikre megveszik a jegyet. Olyan sztárokat, akiket még Hintón vittek? Nem a Hintó érdekel. Engem az érdekel, hogy a pénztárban azt mondja valaki, hogy mikor játszik Janza Kata, mikor játszik Dolhai Attila, mikor játszik Szabó P. Szilveszter. Igen. Tehát azért, mikor játszik Mészáros Árpád, Zsolt, Vágó Detti, mikor játszik Kalocsai Zsuzsi, mikor játszik Oswald Marika, mikor játszik Peller Karcsi. Igen. Tehát azt gondolom, hogy eszméletlenül fontos a mai színházi életben, hogy újra legyenek olyan arcok, legyenek olyan személyiségek, akiket a közönség látni akar. A közönség nem rendezőre vesz jegyet. Vagy egy jó darabra, vagy pedig igazából jöve az érdekes színész, az érdekes személyiségre, aki példa, aki vonz. És igazából véve én ezt abszolút szem előtt akartam tartani. Sikerült is. Igen. És úgy is sikerült, hogy nagyon érdekes, hogy Máté és Dávid, ugye ők sem lettek hentesek, ők sem lettek vendéglátóipari eladók, hanem hát ők is keményen a szakmában vannak. Gondolom, meg sem próbálta őket másfele terem. Az igazság az, hogy... Mert önnek mondták, hogy legyen normális foglalkozásod. Fiam. Dávid fiam, aki a Vidra Bece névre hallgat, ő egészen kicsi korában már olyan mérhetetlen mozgás igényt és mozgás tehetséget mutatott, hogy ez nem is volt kétséges. Ez egy furcsa történet. Igen, szóval nagyon-nagyon izgalmas volt. Kiskorától megkérdezték, hogy mi akarsz lenni, táncos. Tehát ez nem volt kérdés. Beszélni még nem tudod, de táncolni. Beszélni nem tudod. Én amikor rendeztem a Macbethet, akkor volt a Dávid fiam, volt 4,5 éves. És betettem a boszorkány táncot a magnóba, és valami olyan különlegesen izgalmasat táncolt rá, hogy annak alapján rendeztem meg igazából véve a kórust. Olyan tehetséges volt 4,5 éve, komolyan, hihetetlen, ahogy a zene megmozdult és megszólalt benne a zene, hosszú évekig, mondhatnám azt, hogy 2 évtizedig tartott, míg azt az eredendő tehetséget a sok-sok tanítás után, amit kapott, visszanyert. Most megint úgy tűnik, hogy olyan szabad, ugye ő a harangozó díjas és a Magyar Állami Operaháznak a magántáncosa, friss férj. Most van a tehetségnek megint abban a szabad helyzetében. Szóvá tennék az énekesek, a színészek, a művészek, ha nem kérdezném meg,
öntől, aki biztosan, hogy tudja, hogy mi a sikernek a titka? Azt mondom én, hogy a siker igazi titka a személyiség. A siker igazi titka az, amikor az ember a személyiségét valahonnan mélyről úgy tudja egyszer csak megmutatni, hogy az egyik oldalon természetes, a másik oldalon pedig valami különlegeset és egyénit árul el az emberről. Mert mi mindannyian emberek vagyunk, de mindegyik ember külön-külön egy csoda. És az a sikeres ember, uh-huh. aki ezt a csodát meg tudja mutatni, hogy ő mitől az a csoda. Attól a pillanattól kezdve ez rettenetesen érdekel mindenkit, mert mindenkiben megvan ugyanaz, ami ő benne, és azt keresi, hogy ő miért tudja mutatni. Ha mondjuk a szomszédja, vagy a nagynénje, vagy bárki megkéri, hogy az ő gyerekéből neveljen egy sikeres sztárt, ezt meg lehet tanítani annak, akinek nincs rá tervessége? Ön kérik meg a mestert. Azt mondom, hogy azért erre születni is kell, de rettenetesen sok minden tanulható, és nem tanulásnak nevezném ezt, hanem kibomlásnak. Tehát az emberben belül rettenetes mennyiségű érték van. Hogy ez megvan általában az igen, emberekben? Igen, valamennyiben. A játékkészség, ezek mind-mind ott laknak. Hogy ez hogy bomlik ki, hogy szökken szárba, ezen rettenetesen sokat lehet alakítani. Ugye a mai, az én színész vezetési ideálom az például érdekes, ugye, mert lehet azt mondani, hogy úgy kell egy szerepet megcsinálni, hogy belebújok a szerepbe, hogy belebújok abba a személyiségbe, hogy azt a rablógyilkost kitalálom, hogy milyen lenne az a rablógyilkos, akkor eljátszom. Én meg azt mondom, hogy ne találd ki. Keresd meg magadban, hogyha te lennél ebbe a helyzetbe, hogyha te lennél ilyen, akkor te milyen rablógyilkos lennél. És akkor a színész elkezdi a saját ösztönvilágát átkattogtatni. És elkezdi megkeresni magában az őrültet, megkeresni magában a gyilkost, megkeresni magában azt, és megkeresni magában azt a személyiséget, akit annak a rablógyilkosnak az édesanyja szeretett. Miért vagy mitől lett ilyen nagyon nagy sikere a musical? Nagyon sokáig el volt pakolva. Szintén talán igazán nem hízelgésből mondom, de ehhez is van köze, gondolom én. Igen, bár azt kell, hogy mondjam, a musical az a kornak a műfaja. Divatja? A kornak a műfaja. Igazából véve a zene az a mi zenénk, amit mi ismerünk, a történetek a mi történeteink, és nagyon érdekes, hogy minden műfajnak megvan egy olyan tartalmi üzenete, ami majdnem mindegyik előadásra és mindegyik darabra érvényes. Tehát azt mondom, hogy a görög drámák azok mindig az erkölcsről szólnak. Szóval a Shakespeare darabjai azok a hatalom kérdéseit feszegetik. Van benne minden, de végül minden a hatalomról szól. Csehovnál, hogyha megjegyzett, se mindig minden arról szól, hogy az értelmiség visszagondol kúkattan arra, hogy mit rontott el. Igen. Tehát ez a mit rontottam el típusú. Az operett az őrült szerelemről szól. Arról az őrült szerelemről, hogy mindegy, hogy van, tényleg. De én szerelmes vagyok, és beleestem, és muszáj, és meg kell, hogy szerezem. Erről a szerelemről szól. A musical pedig az érvényesülésről szól. Ez nagyon érdekes. Ha megnézi még a Jézus Krisztus szupersztár is, rockopera, arról szól, hogy ez a fiatal ember, aki ugye a Jézus, hogy arról szól, hogy ő a saját érvényesülését keresi. Tényleg. És bármelyik musicalbe belekapar, valahol ezt találja, ezt az érvényesülési vágyat. Na most ez ennek a kornak, a mikorunknak egy nagyon speciális gondolati kérdése, mert állítólag sok-sok milliárd ember itt a Földön most egyébként azzal küzd, hogy ő hogy tud érvényesülni. Másrészt pedig ugye a zene, a táncok, a látványosság. Igen, hogy ez mindegyben. A televízió betört az otthonunkba, rettenetesen sok, hát hogy mondjam. Jó, mert így most látnak bennünket. Igen, de hát azért rengeteg kulturális, most idézőjelben mondom, kulturális szemét hull ránk a televízióból. Igazából az élőművészet nehezen veszi fel ezzel a harcot. A zenés színház az, ami fel tudja venni a harcot, és tömegeket bevonz.
De a Budapesti Operett Színháznak egy éve 500 ezer nézője van. Ennek az 500 ezer nézőnek az egyik része, ami új magyar musicaljainkat nézi. Igen. A másik része ennek az 500 ezer emberek pedig az operetteket. Azokat az operetteket, amiket már mindenki leírt, azt egy múzeum, meg nosztalgia, meg panoptikum, egész másképp játszunk. Tudom, láttam párat. Tehát ez ma az operett az őrületről szól, a jelen időről, a szerelemről. És ezért egyre népszerűbb. Ön, aki pontosan tudja ebben az országban, ebben az operett és musical és opera világban, pontosan tudja, hogy mit, kivel, miért akar játszani. Ezt én tudom örülni, hogy nagyon keménykezik meg minden is. Mégis ön az, aki a kortárs művészeket, a fiatal rendezőket, a fiatal énekeseket foglalkoztatja és előre viszi a pályában, pedig velük duplán kell dolgozni. Igen. Én eszelősen hiszek abban, hogy múlt nélkül nem lehet, a jelenben léteznünk kell, és hogy jövő nélkül nincs jelenben. És kinevelni a... Ezt, úgyhogy kinevelni, ez egy rossz szó. Mm-hmm. Tehát amikor azt mondják, hogy mikor fedezte fel ezt az énekest, azt mondja, hogy nem vagyok kukkapitány, én nem fedeztem fel, hát egyszerűen személyes érdekből azt látom, hogy szükség van arra, és hogy ez egy tehetséges ember, és segítek neki, és valóban 5-6 tehetséges embert látok, akinek segítek, és abból kettőnek tényleg sikerül az a csoda, hogy mindenki őket akarja látni. De anélkül, hogy én ne akarjak állandóan új és új embereknek segíteni, legyen az rendező, legyen az színész, anélkül nem érdemes ebben a pályában, az én számomra nem érdemes ebben a pályában, ebben a futásban részt venni. És ebben nagyon-nagyon fontos nekem az új magyar darab, az új magyar zene, az új magyar opera, mert az egész szellemi világunknak az egyik központi kérdése, hogy létre tudunk-e új dolgokat hozni magunkból. Itt, Budapesten, Magyarországon, tehát állandóan csak játszani a Broadway sikereket, a West End sikereket, az olasz opera sikereket, ez nagyon jó és biztonságos. De hát... Ja, értem, hogy biztonságos. Hogy persze, nagyon, most elnézést behozni egy Weber darabot és eljátszani, hát a világon mindenütt óriási anyagi erkölcsi siker. Igen. Hát most mi van ebbe? Persze. De nekünk leülni és kitalálni Szakcsi Lakatos Bélával, Müller Péter Sziámival, mi a Szent Iványéból csinálunk egy musicalt, és hogy az ma itt olyan sikerrel megy, hogy vele szembe megy egy abszolút Broadway musical, és ugyanaz a jegyeladás. Igen. Hát azért ezt erején ez az igazi sikerélmény, és azt mondom, hogy igen, ez nagyon jó érzés. Akkor kellett volna még megkérdeznem, ha egy rövid választ kérhetnék rá, amikor arról beszéltünk, hogy a múlt a jelen nélkül, a jelen a jövő nélkül. Hogy látja 25 év múlva, 25-30 év múlva az operettet? Én bizakodó vagyok. Én azt remélem, hogy 25 év múlva az operett egy izgalmas, érdekes, olyan előadásokat szülő műfaj lesz, amiket most el se tudok képzelni. Egy csomó fiatal rendező, fiatal énekes, fiatal technikákkal izgalmasan és érdekesen fogja játszani azt a zenét, ami klasszikus, szimfonikus zenekarral szól, és ezért gyönyörűség a fülünknek, mert végül is az nagyon jó, hogy nem minden mindig elektromos hangszerek. Az is nagyon fontos. De az operett az egy klasszikus zenei megszólalás, ami egy palírozottságot, egy más típusú színt ad. És én szerintem ez 25 év múlva még erősebb lesz. Igen. Tehát én azt remélem, hogy ez előre felé lesz. Ki szólíthatja Kerónak? Tudja, hogy született a név? Nem. Nem? Nem, bocsásson meg érte. Ez egy 4-5 évvel ezelőtt történt, hogy álltam a próbatábla előtt, és a fia Máté, aki színész és ügyes színész hírében áll, és a fia Máté is ott állt, és egyszer csak mellette azt mondta valaki, hogy hello kiskerő, mikor próbálsz? És én ránéztem. Azt mondja, délután mondja Máté. Mondom, ő a kiskerő? Hát nem, mondom, ezek szerint van nagy keró? Nem igazgató, és most utána kérdeztem, és kiderült, hogy a hátam mögött kerónak hívnak. Aha. Azt mondja, a keró bejött már, itt van, ott van. És így elgondolkoztam, akkoriban éppen mérges voltam, mert a Kerényi Miklós Gábort rendeztem éppen Bécsbe, Miklós Gábor Kürinyi, és mondtak ott mindent, amit nem igen. És mennyivel egyszerűbb lenne az, hogy keró?
És akkor ezt megosztottam a menedzsmenttel, aki felháborodott, és azt mondja, hogy a Kerényi Miklós Gábor az be van vezetve, hát igen, az teljesen védjegy. Jó, az egy védelmi, és mit akar, tanárul mit akar ezzel a keróval? Mondom, nekem ez nagyon tetszik. És elkezdtük használni, és azóta ez tulajdonképpen nagyon, nagyon jól bejött. Tehát külföldön nagyon működik, nagyon sok külföldi ember, csak hello keró, hello vigézz úr, te vigézz dír, tehát teljesen, hogy hívják, vagyunk egymással, tehát abszolút. És itt Magyarországon is tulajdonképpen ez egyre jobban működik, és én örülök, ha valaki kerúnak hív, mert abból végül is csak egy van. Ajándékot szeretnék adni önnek, nekem tényleg ajándék volt, hogy beszélgethettem önnel, így személyesen is. Biztos tudja, hogy 2010-ben Pécs Európa kulturális fővárosa lesz. Itt van egy, hoztam önnek egy névre szóló jövőkő utalványt. Ez azt jelenti, hogy ha Pécsre bejön, és bejön az EKF-hez, akkor amit ön ott rajzol, és esetleg ír, azt 2010-ben zsolnaiból kiégetik, és egy gyönyörű falra föl fogják tenni, és az örökre meg fogott maradni. Nagyon megtisztelő volna, hogy elfogadná ezt a meghívást, és eleget tenne ennek. Természetesen az EKF borát is megkóstolhatja, valamint Bok József Vilányi borász barátom jó voltával egy nagyon jó küvét, néhány hangzóanyag, a szegedi Molnár Dixilentől egy CD, egy mese CD, ha bár a gyerekek ott már ez elég nagyok. Ahogy Csillának egy CD, a Demjén Ferenc új lemeze, ami a napokban jelent meg, és egy gyönyörű könyv az Alexandra kiadó jó voltából. Meg szoktam kérdezni, így a végén még egy-egy mondatban, ha válaszolna, hogyha az aranyhallal találkozom, és csak egyet kérhetek önnek, mit kérjek vajon? Hát még 15 jó éve. Biztos, hogy meg lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kerényi Miklós Gábor. A Bence Show-t a Tracker Security védi.